Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester úr! Engedjék meg, hogy idézzek egy előterjesztésből, ami az iskolánkra vonatkozik. Tagintézmények megszüntetése, igazgatási, gazdasági integráció, kötelező óraszámemelése. Ez egy 2007-es előterjesztés, dr. Kormos Vilmos terjesztette elő Miskolc város közgyűlése elé, akkor, amikor a iskolák fenntartása még a városé volt. És itt a tagintézmények megszüntetése között szerepel a Sas utcai tagiskola, Diósgyőr, és a Perecesi Kuti iskola megszüntetése is. Aminek aztán az lett a következménye, hogy mivel az Erenyői iskolába sok olyan diák érkezett, aki nem tudta a közösségítélés szabályait betartani, ezért már az Erenyői iskola is megszűnt. De volt már 2004-ben is összevonás, Kafka, Könyves, Petőfi, Rúnai, és még sorolhatnám. Ezzel azt akarom mondani, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de ez 30 éve egy irányba mutat, tisztelt képviselőtársak. 30 éve. 30 éve a kormányok nem oldották meg, 30 éve megy az a történet, hogy egyre kevesebbet költünk oktatásra, és a tanárok egyre kevésbé vannak egyébként akár erkölcsileg, akár anyagilag megbecsülve. Ez az elmúlt 30 évnek az eredménye, és azt gondolom, az elmúlt 30 év kormányai közösen felelősek érte, ugyanúgy, ahogy egyébként a 27%-os áfáért is, amit önök szeretnek hangoztatni, hiszen 19-ről 25-re a Gyurcsány kormány emelte meg, majd 25-ről 27-re pedig a Fidesz kormány. Viszont, ami ugye fontos ebben a kérdésben, a megbecsülési kérdése is, amikor a 2000-es évek elején elkezdtem tanítani, akkor nekem azt mondták a rokonok, hogy Zoli, biztos, hogy ezt szeretnéd, hát ebből nem lehet a családot eltartani. Hát a bérek problémája is hasonló. Tegnap ugye volt egy egyeztetés a belügyminisztériumban, ezen a Mi Hazánk mozgalom részt vett egyébként egyes híresztelésekkel ellentétben, és nyilván javaslatokat tettünk a minisztérium asztalára. Dúló Dóra, alelnök társam, országgyűlési képviselőasszony vett részt a részünkről, és a következő javaslatokat tettük, hogy a kormány növelje a hazai GDP arányos ráfordítást az oktatásra, továbbá, hogy a sávos bérrendszer bevezetése kapcsán előrevetíthető hátrányos szubjektív intézményvezetői elbírálás esetén a pedagógusok a tankerület felé fordulhassanak objektív véleményt kérve munkájuk és béremelésük kapcsán. Javasolta, ne csökkentsék azon iskolák anyagi támogatását, amelyek kisebb mértékben tanítanak hátrányos helyzetű tanulókat, hiszen 2024-től a kormány 10%-os költségvetési támogatás csökkentést szeretne bevezetni részükre. A pedagógusok fegyelmi eljárására vonatkozva azt kérte a Mi Hazánk, hogy pontosítsa a kormány, hogy mi tartozik fegyelmi vétség körébe, elkerül az intézményvezetői szubjektív megítélést. Elnökhelyettes asszony a család egységére tekintettel hívta fel a kormány figyelmét mindazon pontra, és kérte átdolgozásukat, ahol a pedagógusok kisgyermekeik nevelése okán érthető módon nem tudnak mindig az oktatás szolgálatába állni. Így kitért az átirányításra, kiküldésre, a napi munkaidőn túli rendelkezésre állási időre, és akkor kérném, hogy egybe menjen. Kérte havi 4 pihenő nap hétvége tartalmára elrendelhető készenlét eltörlését, és a már megkezdett egyébként is csak tanítási szünetekben kiadott szabadság munkáltató általi megszakításának eltörlését. A pedagógus minősítés kapcsán kérte a Mi Hazánk a pedagógus terek csökkentését, a felesleges dokumentáció bekérésétől való eltekintést, az ismétlődések eltörlését, melyek egyszer a portfólióban, másodszor az óralátogatás előtt kell több 10 oldalban megírni a pedagógusoknak. Továbbá, hogy a minősítés során megfigyelt indikátorok mennyiségét lényegesen csökkentsék. Nyilvánvaló, ezek a tárgyalások az ismereteim szerint ma fognak folytatódni a szakértők meghallgatásával. Amit szintén hallottam, hogy ugye a balliberális ellenzéki politikusok pedig ott hagyták a munkát egy rész után egyébként az ön tárgyalások során, és érdemi javaslataik nem nagyon voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, és még egyszer mondom, ez 30 éve adóssága a magyar politikának. Köszönöm.